Szeretettel köszöntöm Önöket, ez a Bartók Tavasz Fesztivál híradója. A kántorművészet rendkívül fontos szerepet tölt be a zsidó liturgiában. A fesztivál közönsége az énekekének elnevezésű koncerten a kántorénekekből és a klasszikus zsidó dallamokból kaphatott némi ízelítőt. Ugye alapvetően a kántorság egy viszonylag magányos hivatás. Ugye mi zsinagógákban teljesítünk szolgálatot napi szinten, illetve ugye ünnepi alkalmakkor. Ez a fölállás most azért is nagyon izgalmas, mert igazából a magyarországi kollégákkal sem találkozom túl gyakran, mivel mindenki eléggé elfoglalt. Mindig azt figyeljük, azt nézzük, hogy milyen ünnep jön éppen. Úgyhogy most éppen a Peszák fog következni, ugye az Egyiptomba való kivonulásnak az ünnepe. Úgyhogy igyekeztünk ehhez megfelelő darabokat és kompozíciókat választani. De természetesen azért fontos az is, hogy ki miben jó, ki milyen darabot ismer mondjuk jobban, milyen duetteket tudunk összetenni, milyen közös számokat tudunk együtt csinálni. A Ritmus Fesztivál idén is három helyszínen, három napon át várta az érdeklődőket, koncertekkel, filmvetítésekkel és szakmai programokkal. Leginkább egy komplex élményt próbálunk adni, amiben minden a zene körül forog valamilyen módon, de amik forognak körülötte, azok néha csak érintőlegesen kapcsolódnak a zenéhez. Tehát mondjuk ilyen például a filmfesztivál, ami egy kimondottan zenei dokumentumfilmfesztivál, de a koncerteken belül is van amit kimondottan showkéznek szánunk, tehát feltörekvő előadóknak, főleg sőt, szinte kizárólag a térségből, Kelet-Európából. Vannak a fesztiválon a nagy nevek, akiket mindenki ismer, de közben vannak olyanok, akiket még a szakmai vendégeink is most láttak először, és ezzel lökjük be a karrierjüket. Vannak kollaborációink, tehát amikor a magyar művészeket külföldiekkel együtt állítunk színpadra, és ezen kívül van, ami talán a közönséget kevésbé érinti, de a szakmának meg a legfontosabb rész a konferencia, az egésznek a partnerkereső üzleti oldala, vagy akár van még tudományos előadások is vannak. Tehát, hogy sok minden van ebben, különböző szeleteinek a közönségnek különböző élményeket próbálunk nyújtani. Ámir Meskovics és Daniel Lázár az Oszlói Zene Akadémián ismerkedtek meg, a barátságból pedig egy virtuóz harmonika hegedű duó született. He's inspiring me all the time with things he does, and I hope that I inspire him as well. And right? And basically when you combine those two things, and we also come from really similar tradition, and we also both studied classical music, so basically all these little things line up, and in the end you get like two guys who are just inspiring each other and playing nice music. A Daxelnek a napokban jelent meg az új lemeze, a Ritmus koncertjükön ezt mutatták be a közönségnek. Igazából szerintem ebbe mindenből van egy kicsi, ami a Daxel, tehát hogy a Daxelnek volt már egy olyan időszaka, amikor kiadtunk csak brazil dalokat, volt olyan, amikor kiadtunk csak magyar dalokat. Ebbe most így brazilból is van egy kevés, de főleg magyar nyelvű. Szerintem egy kicsit eltávolodtunk az ilyen ska vonaltól, meg az ilyen ska punk vonaltól, és előjött jobban belőlünk az ilyen hip-hopos énünk, illetve azt, hogy nagyon erősen reflektálunk szerintem egyrészt arra, hogy mi történik mostanában körülöttünk társadalmilag, másrészt pedig, hogy már van nagyon sok közös élményünk az elmúlt évekből, és ezeket is jobban meg tudtuk már fogalmazni a dalszövegekben. Köszönöm a figyelmüket, hamarosan újabb fesztivál híradóval jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is!